Miközben az Életvonal Családos Egyesület tánccsoportja felkészül következő műsor számára, szeretnék néhány gondolatot megosztani önökkel az egyesületről. A Nagycsaládosok Életfa Egyesülete 1989-ben alakult. Tagjai Moson-Magyaróvár és vonzás körzetének nagycsaládosai, jelenleg körülbelül 170 tagcsaládja van. Thank you.
Hello! Hello! Meg! A következőkben a Lipóti Színjátszókör előadásában musicalekből összeállított válogatásokat láthatnak. A Színjátszókör 36 éve alakult, jelenleg Fazekas Lászlóné Marika vezeti, és 2010 óta vannak velünk a rendezvényen. Fogadjuk őket sok-sok szeretettel! Jó, állóban. Hát akkor sok szeretettel és tisztelettel köszöntök mindenkit. Az idén egy kicsit kevesebben vagyunk, mert hát ugye az égiek közbeszóltak, viszont pont azon gondolkodtam, hogy ez nekünk olyan, mint a január 1, illetve a szilveszter. Minden évben augusztus 20-án itt vagyunk, egy évvel idősebbek lettünk, van, aki fiatalabb, látok néhányukat. Nagyon szépen kérem önöket, hogy fogadják sok-sok szeretettel ezt a tehetséges kis csapatot, ha tetszett, tapsoljanak, ha nem, pütyüljenek, de a lényeg, hogy élvezzék. Köszönöm. Kedves nézőink! Műsorunk első harmadában Geszti Péter Dés László Dzsungel könyve című zenés darabjának néhány jelenetét láthatják. Ez a darab azon kívül, hogy a klasszikus történetet dolgozza fel, egy kisfiú a dzsungel mélyén állatokkal nevelkedik, az elfogadásról is szól, és az aktualitása talán erősebb, mint valaha. Befogadja a farkasok, majmok közössége a másfélét. Maugli azt mondja az utolsó felvonásban, most lettem ember, és szégyellem magam. Én ember akartam lenni, de a végén egyedül maradtam. Farkasok közt ember, emberek közt farkas. De itt az ellenpont, Tuna, az emberlány utolsó mondata. Én itt leszek, hogy érezd, így nem szeret más, csak az ember. Kinek a kölyke ez? Az enyém! Honnan ez a kölyök? Nem tudtam lerázni. A dzsungel törvénye úgy tartja, hogy ami a vezéré, az a csapaté. Azt a csapat megvédelmezi. Tulajdonképpen minek nekünk ez a csapat béka? Állj lassan a testtel. Ezzel a testtel nem is lehet másképp. Lassan a testtel, gyorsan az észre. Ez a kölyök ártatlanul vésze. Szabad farkasok, hogyha szólhatok. Tudjátok, én nem hagynám, hogyha gyermekeim tanítójával így beszélnének. Egy szóval. És hol van az a Bika Bagira? Előbb a munka, aztán a szórakozás. Én kölyök a törzsbe fogad, tiéd a szabad élet. Soha ne félj, amíg a törzs fia vagy, farkasok fogadjél meg. Aki a csapat élet, írja a csapat ének. Soha ne félj,
igazi Bella Maj, egy igazi király. De azért, hogy valami hiány róla, leginkább a... Farkány! Valak lényeg kérdezik. Ha légy olajvá szület, mint a mésztelen volna. Úgy van! Illem is van a világon majmocok. Adományozzunk neki farkat? Valaki biztos szívélyesen lömón a sajátjáról. Senki se néz, ahogy viszelünk, senki se néz. Jön a leg, leg, leg. Leg, leg, leg. Leg, leg, leg.